Sziasztok! Ez most egy olyan videó lesz, amiben a nyári kedvenceimet mutatom meg, azokat a termékeket, amik úgy feldobták az idei nyaramat, és amik ilyen pozitív csalódást, örömet és boldogságot okoztak, és tényleg amiket szívből tudok ajánlani, ebbe a kis kosárkába, tartóban pakoltam össze, és innen fogom kipakolni, sőt a zölembe veszem. Össze-vissza fogok haladni, mert tényleg csak bele vannak dobálva, arra már nem volt időm, hogy szétválogassam, viszont rohanós napom van, úgyhogy gyorsan fel akartam venni ezt a videót. Az első termék, ez a L'Oréalnak a True Match alapozója. Már beszéltem róla, mutattam, teszteltük együtt, tényleg nagyon jó termékről van szó, és a nyári bőrömnek teljesen megfelelt, színben is tökéletes volt ez a bézs árnyalat, illetve tényleg a tudása is, nem szárította és nem zsírosította, elég mattá tette a bőrömet, úgyhogy tényleg egy szuper termékről van szó. Amit pedig alátettem szinte minden esetben, az a Niva Form & Aftershave balzsam, amiről csak ódákat tudok zengeni, tényleg nagyon jó primernek, és tényleg hihetetlen, hogy egy pasi termék az, ami a legjobb primernek, és amikor megírtam ezt a posztot, mert már akkor ugye bebizonyosodott számomra, hogy nem egy legenda, és nem egy ilyen blogos hülyeség, hogy jó annak. Kitettem a Nive oldalára, és erre a Nivánál, aki kezeli a Facebookot, írt, hogy van a Nivának egy primere is. Igen, próbáltam, és az nem ilyen jó, mint ez a cucc, úgyhogy ha szeretnétek, akkor csenjétek el a pasitok polcáról, és tényleg nagyon jól fogtok járni vele, és biztos, hogy be fogtok ruházni egyre. Szerintem még mondjuk nem látszik át az üveg, de valahol itt járhatok benne, és már azért tavasz óta nyúzom, úgyhogy tényleg remek, plusz botond is tudja időnként használni, amikor szüksége van rá borotválkozás után. A következő az Eucerinnek az 50-es fényvédő faktorú arcra való terméke, ami Sunfluid néven fut, és tényleg nagyon szuper volt egész nyáron. Volt idő, amikor rettegtem a leégéstől, mert tavaly sikerült az orromat színégetni Horvátországba, és amikor hazajöttünk, akkor szinte elevenre lehámlott. Igen, akkor még nem fényvédőztem, úgyhogy az orromra nagy figyelmet fektettem, mivel egész évben hámlott. És most úgy tűnik, hogy rendbe jött, én ennek a számlájára írom, hogy rendbe szedte ott ezt a bőrréteget, és most már nem hámlik, és nem dobja le az alapozót, ami a másik véglet volt, hogy amikor épp nem hámlott, akkor az alapozót így lehajította magáról, ugye a friss bőrréteg, úgyhogy az orromra oda fogok figyelni még inkább, illetve az arcomra is odafigyelgettem, amennyire lehetett, úgyhogy idén nem égtem meg abszolút, és ezt az Eucerinnek, a termékeinek köszönhetem, illetve a pupa termékeit is elég sokszor használtam, és annak kifejezetten van egy stiftes verziója, ami ugye tetoválásokra, illetve anyajegyekre jó, és azt mindig vittem magammal, és Boton nagyon anyajegyes, úgyhogy őt azzal kenegettem, de úgy látom, hogy nem hoztam ide, mert a táskámban van valamerre. Úgyhogy még azt is meg akarom említeni, hogy az is egy barom jó termék, és nagyon jó foltokra, időskori foltokra is, úgyhogy abból vennem kell még anyukámnak is egyet, mert szerintem ő is szeretné. A következő az egy BB krém, vagyis két BB krém is van itt. Az egyik az a Pupának a BB krémje, méghozzá ez az Anti-Aging BB krém. Egészen a vége felé járok most már ennek a terméknek, 30-as fényvédő van benne, úgyhogy igazából ez is elég számomra így nyáron is, meg télen is elég lesz ez a fényvédő faktor, az 50-es néha túl sok számomra, és tényleg szépen fed, elég jól építhető és remekül hidratál, egy púdert azért elvisel magán, de ez a legtöbb BB krémre igaz. Az Isadorának szintén nagyon szeretem a BB krémét, és a csomagolása nagyon klassz, hogy ilyen pumpás adagolóval ellátott, így nem pacsmagolok ki belőle sokat. 12-es fényvédővel rendelkezik, ami nem túl sok, tehát ez nem elég, hogy oda akartok figyelni a fényvédelemre, legalább egy 30-as körül kell gondolkozni, viszont nem várhatunk el egy terméktől semmi olyasmit, irreális elvárásaink nem lehetnek a fényvédelemmel szemben.
és ez is szépen építhető, nem csillogott tőle a bőröm, ami a legtöbb terméktől szokott, nem volt narancssárgás hatása sem, szóval tényleg egy jó termékről van szó. Ha a kettő között különbséget tudnék tenni, akkor ez hamarabb kopik, mint a pupa. A pupa talán jobban bírja a strapát, illetve a nyári meleget. Még télen ezzel megnézzük, hogy mit tud. A pupa az télen is remekül teljesített, viszont talán az Izadórának egy picivel jobb a hidratálása. A következő az a Catrice-nek a Liquid Camouflage korrektor, ez a folyékony korrektor, amit már harmadjára veszek újra, és valami baromi jó. Azt hiszem, hogy a 20-as Light Beige árnyalat, igen, Light Beige árnyalatban van meg nekem, és a szem alatti karikák a világosításra, ugye ebbe a háromszögbe használom, homlokon, illetve az állon, meg az orrnyergen, igen. És baromi meleg van, úgyhogy most szerintem már csillog az arcom, ugye a fények, meg ráadásul esett az eső, úgyhogy így most meg van rekedve bent a levegő, úgyhogy emiatt bocsánat. Szóval visszatérve erre, tényleg egy remek termékről van szó, én jobban szeretem ezt, mint a tégelyes verzióját, ami ugye kifejezetten pattanásokra van, úgyhogy ezt mindenki próbáljátok ki, mert hihetetlen jó. Ami még változást hozott az életembe, és nagyon szuper, hogy tavasszal megrendeltem, és teljesen megváltoztatta az elképzelésemet a sminkelésről, az pedig a Milani-nak a szemhéj primere, tehát szemhéj alapozója, amitől a sminkem lerobbanthatatlanná vált, és eddig nem értettem ezt a hype-ot, hogy szemhéj alapozó. Bevallom őszintén, néha nagyon maradi vagyok, és jó, megveszem, ha már mindenki azt mondja, amúgy is akarok rendelni pár dolgot a Milanitól, és ez eszméletlen jó. Tehát ez annyira szuperül megfogja a sminket, nem fog lekopni nap végére, sőt, még nehéz is lemosni, tehát tényleg vízállóvá teszi a dolgokat, és a leggogyibb szemhéjpúdert is szépé varázsolja, kiemeli a színét, és a ráncokba nem ül be, ami a legjobb. Utáltam, hogy a ráncaimban ott figyelt vastag csíkban a smink, és mindig undorítóan festettem. Úgyhogy én még azt is kitaláltam, hogy ecsettel alul meg szoktam húzni a vonalát a szemhéjamnak, ahol amúgy is meg fogom húzni a sminket, ahova fel fogom vinni, igen, és oda viszek, tehát erre viszem fel effektíve a szemhéjtúst, vagy a szemceruzát, ugye a külső szemvonalra, és így nincsen soha pont a tekintetem, úgyhogy ez egy Isten császár termék. És hát igen, szeptemberben a hónap márkája is, és nyerhettek egy ilyet is. A következő, ami Milani szintén is megváltoztatta a szemöldök rutinomat, az pedig a szemöldök pomádéja. Én ugye az Anastasia Beverly Hills-es ikonikus termék helyett rendeltem meg, mert arra nem akartam költeni, hogy mi van, ha nekem nem tetszik. De tetszik, nagyon jó, és azt is meg fogom rendelni. Nagyon jó, annyi, hogy egy kicsit az állaga sűrű nekem. Lehetne egy kicsit krémesebb, viszont sokkal gyorsabban, sokkal precízebben meg lehet vele rajzolni a szemöldököt, kitölteni a hézagokat, lehet természetes hatást elérni, illetve lehet ugye ilyen teljesen művi hatást, és alig fogyott belőle, pedig szinte minden nap ezt használtam. Most a pupát is használom, amit szűk árnyalatba vettem meg, és most az van mondjuk a szemöldökömön, de ez nagyon tartós és lerobbanthatatlan, és a szálakat is szépen a helyén tartja, pedig nekem egy ilyen kócos, hisztis szemöldököm van, nagyon erős szálú. És amit ajánlani tudok hozzá, mert ugyan van hozzá ecset, viszont szerintem az annyira nem jó, de az Essence-nek van ez a Ferde ecsete, ami az állandó kollekcióban kapható, és ez baromi jó a szemöldök formázáshoz. Kipróbáltam több fajtát is, és ez valami csoda, elég puha, viszont elég szépen lehet vele dolgozni, úgyhogy ezt mindenképp vegyétek meg, ha más nem szemöldök formázásra, és tényleg csak pár száz forint, úgyhogy nekem már van itthon 4. Igen. A következő, amit imádtam, és imádok is, most használni is fogom, mert nagyon melegen van,
ez a rózsaszirom testpermet, amit egyébként arcra is használok. Vessem meg bárki, nekem nagyon-nagyon bejött arcra. És nyugtat, és a hajra is rá lehet fújni, úgyhogy amikor bénán áll a hajam, mint most, és egy kicsit ki van száradva, annak is jót tesz, úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon szuper, több funkciós termék, ez az multifunkciós. Van benne provitamin és B5 is, illetve aloe vera, a rózsavíz, úgyhogy van benne minden, és most, ha nem haragszatok, egy kicsit felfrissülök. Ah, és így isteni az illata, úgyhogy még az is egy pluszpont, hogy nagyon jó az illat ennek az Aromax testpermetnek. Nyáron őt nagyon sokat használtam, és utánrendeltem, majd az elfogytak videóban láthatjátok a másik terméket. Szintén nagyon jól jött a Borotalco-nak a spréje, ami még annó egy Pixi Boxban volt, és én a munkahelyen tartottam bent, ami 48 órás védelmet ígér, meg nincs benne alkohol, és tök jó. És tényleg tök jó, az illata annyira nem nagy szám, viszont tényleg nem ízlett tőle az ember. És én nem vagyok túl ízledékony, szóval ehhez mérten tudok véleményt mondani, de ettől abszolút nem ízlettem 50 fokba se. Úgyhogy ez egy remek termék, és ugye ilyen kicsi kiszerelésben van, még van az alján egy csöpnyi, úgyhogy még azt elhasználom. De tényleg jó dologról van szó, úgyhogy érdemes beszerezni. Nyáron hajlamosabb bőröm a zsírosodásra, illetve a fagyútermelésre, illetve ugye az izzadásból következően pattanásokra is. Úgyhogy ilyenkor, amikor ezek a problémák fennálltak, akkor ez Effaclar duót használtam, ami nagyon jó erre a dologra, La Roche-Posay márkától. És tényleg szuper. Nem tudok róla rosszat mondani. Aki pattanásosodik, annak ezt a krémet ki kell próbálnia, mert egy remek hidratáló, de aki időnként részeken jön elő csak pattanása, arra is tök jó, de akár helyileg pattanásokra is jó, hiszen ha pattanás kijön, akkor az nem az, hogy te túlhidratáltad a bőröd, mert ugye, hogy körülötte sérül a bőr a gyulladástól, hidratálni kell, hamarabb fog gyógyulni. Úgyhogy én olyankor a teafaolajat is ezt szoktam bevetni erre, és elég jól működik együtt a kettő. Bőrápolásnál még, amit nagyon szerettem, és nagyon örülök, hogy megvettem, ez az Aromax-nak a csipkebogyóolaja. Nagyon sok helyen hallottam, hogy dicsérik, és tényleg nagyon jól ránctalanít, feszesít, szépít, nyugtat és hidratál, és gyulladást csökkent, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, hogy egy ilyenre nevezzem be, mert zseniálisan jó. Az ára egy kicsit húzós, de rengeteg ideig elég, és még Botond is használja, pedig ő azért pasi, és előítéletei vannak az orcápolással. De reméljük, hogy mostanában egyre több terméket próbál ki, hogy ez változni fog. Használtam még a Paula Choice-nak a retinolos termékét, amiben 1% retinol van, és ez gyerekek, isteni, szuper zseniális, imádom. Ha van ránctalanító cucc, ami ránctalanít, akkor ez a retinol, de tényleg felkened és húsránc, mintha kivasaltak volna. Hát most már látszik, hogy elfogyott. Ez egy kis teszter kiszerelés, ezt is tudjátok rendelni, és tényleg én ajánlom nektek, hogy rendeljetek egy ilyet, mert ez baromi jó. Csak utána vegyétek meg a nagy terméket, ami drága. De nagyon szuper termékről van szó, és most a hámlasztást is ki fogom próbálni a Paula Choice-tól, csak nyáron nem mertem, mert rémhíreket és történeteket olvastam róla. A nyár nagy kedvence volt még a Neogens-nek a hialuronos maszkja, ez ugye egy gelmaszk. Tényleg nagyon jó az állaga, nagyon gyorsan beszívódik, én esténként ezt jó vastagon felvittem a bőrömre, úgyhogy már ebből is alig van. És tényleg nagyon jót tett a bőrömnek, ugye a 10 lépéses bőrápolásban benne van a maszk, és erre gondolnak a koreaiak ilyen maszkokra, hogy esténként vesd be ezek a gel maszkok, amik tényleg nagyon jók. Arckrémből pedig én a Pupának az Age Revolution arckrémjét használtam, nagyon szerettem, nagyon jó illata van, és tényleg luxus érzetet ad maga az egész használata, az állaga is rendben van, gyorsan beszívódik viszonylag, bár inkább éjszakai krémnek javaslom, mert nekem azért smink alapnak egy kicsit zsíros volt,
De annyi, hogy ugye a száraz bőrűeknek meg tök jó lehet nappali krémnek. Ezen kívül még van itt két pupa termék. Tudom, hogy most volt pupa kedvences videó, de ezek nem kerültek szerintem be, ha jól emlékszem. Az egyik az a, ez biztos, hogy nem volt benne, a Vamp Intenzív Kajal ceruza, ami egy ilyen nude ceruza, és ilyen jó vastag, és belső részére, tehát a vízvonalra szoktam használni a szememnél. Sosem értettem azokat, akik azt mondták, hogy fehér ceruzával húz ki belül a szemed, nekem attól egy kicsit olyan csipás macska kinézetem van. Viszont ez a testszínű ceruza, ez baromi jó, és nagyon szépen fog a vízvonalba is, és akár alul is, úgyhogy ezt tényleg ajánlom mindenkinek, hogy hát igen, hogy próbálja ki. Nem tudom így hirtelen, hogy mennyibe kerül, ez egyébként 003-as árnyalata, és ez azt hiszem, hogy egy limitált kiadás, úgyhogy ez szólhat ellene. Valamint ez a bronz kollekcióból való, szerintem az is, de nem vennék rá mérget. Ez pedig a Made to Last szemceruzái a pupának, amik ilyen kitekerhető verziók, és hihetetlen vízállóak. Ugye én kettőt használok belőle, egy harmadikat ezt majd egy játékba szeretném bedobni. És a 16-ost és a 13-as árnyalatot használom, 016, 013, és nagyon-nagyon szuperek, és lerobbanthatatlanak voltak kárnikulába is, úgyhogy ezeket is szintén nyugodt szívvel ajánlom nektek. Hát ennyi lett volna ez a videó, elég hosszú-hosszú lett ismét, viszont szerintem körbejártam a 2016 nyarát nagyjából, amit tényleg jó termékek voltak számomra. Emellett volt még jó pár jó termék, ezekről írkáltam teszteket is, úgyhogy igazából azok is abszolút tetszettek, de ezek voltak úgy a mindennapomban, amikhez nyúltam nagyon-nagyon szívesen. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, valamint írjátok meg a kedvenceiteket is, mert arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket vegyek meg, és mi nem pénzkidobás. Látogassatok el a blogra is, és hát legyen nagyon szép napotok, sziasztok!